Több mint 600 iskolabútor közel 25 millió forint értékben került beszerzésre és átadásra a Lébényi Általános Iskolában. Az 5 telephelyen működő intézménybe több mint 300 diák jutott ezzel a 21. századi követelményeknek megfelelő eszközökhöz. Óriási és kiemelt jelentőségű térségi projekt valósulhatott meg a Lébényi székhelyen működő általános iskola vonatkozásában. A projekt nagyon összetett, és azt gondolom, hogy annak minden szegmenséről majd a közeljövőben egy ünnepélyes projektzáró rendezvény keretében részletesebben is szeretnék beszélni. Most a mai sajtótájékoztatónk és a mai esemény célja az, hogy egy olyan mérföldkő kapcsán beszéljünk a projektről, ami azt jelenti, hogy a projekt végéhez közeledve mintegy 25 millió forint összértékben taneszközök, bútorok és az oktatás-nevelés számos területen segítő eszközök, módszertani segédeszközök érkeztek az intézménybe. Az intézményt érintő fejlesztés mindegy 615 millió forintból valósul meg, és az egyik fontos mérföldköve a most átadott eszközök és bútorok. A település polgármestere kiemelte, egy község életében fontosak az ilyen örömteli pillanatok. Azért ez elég ritkán adatik meg egy település életében, hogy ilyen horderejű és ilyen nagyságrendű támogatással a pályázat mögött egy ilyen fokú megújulást és tényleg az új évszázadunkhoz való alkalmasságot biztosító beruházás sorozat menjen végbe. Ma ennek a komoly fejlesztésnek a végéhez értünk, és ezért ezen a tájékoztatáson szeretnénk örömünket kifejezni, hogy az oktatás Lébényben egy hatalmas támogatást kapott, hiszen szerintem ez minden településen így van. Az oktatás helyzete az a helyi embereknek, a helyben lakóknak talán az egészségügyhöz hasonlítható nagyságrendben fontos és életbevágó kérdés. Az intézmény igazgatója elmondta, a felújítás egy része nem a leglátványosabb, hiszen az iskola épület falain belül történt, mivel az elektromos vezetékhálózat teljes egészen újult meg a régi gimnázium épületében. Bezi telephelyen tornacsarnok épült, valamint Lébényben egy műfüves labdarúgópálya is létesült. Az osztálytermek bútorzata is teljes mértékben megújult. Nagyon sok minden történt itt ebben az intézményben az elmúlt években. Abban nagyon sok minden úgymond láthatatlan, de rendkívül fontos. Hogy csak egyet említsek, például az egész épületben, ahol most vagyunk, a teljes villamos hálózat cseréje megtörtént. Bár nem volt rossz testedzés részemről, amikor még 5 évvel ezelőtt reggelente végigjártam az összes szintet és kerestem azokat a biztosítékokat, ahol elment az áram, és utána nyilván örültek is a kollégák, hogy én milyen ügyes vagyok, de mostanában mégis egy kicsit jobb, hogy ezt nem kell megtennem reggelenként. Számos láthatatlan dolog volt még ebben a pályázatban, ami számomra és a kollégáink számára fontos. Azonban most itt a végén, az eszközbeszerzés kapcsán érkezett meg tényleg igazán a vacsora végére a sütemény. Az igazgató hozzátette, nagyon hálásak a tankerületi központnak, a város önkormányzatának és a szülőknek is, hiszen ebből a közös összefogásból valósulhat meg az, hogy a pedagógusok a modern kornak megfelelő intézményekben nevelhetik a jövő generációját.